szappanopera. A végkifejlet kiszámítható, az előadás mégis folyik tovább, újabb minisztereket hallgattak meg. Gyorsabban. Az egész régió fellendülését maga után vonhatja a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítése. Maraton. Több mint 10 országból 36 ezeren csatlakoztak a 12. nemzetközi felolvasó maratonhoz. Köszöntöm Önöket a híradóban! Az előrehozott választások megszervezésének időpontját illetően optimistábbnak mutatkozott Ludovik Orbán ügyvívő miniszterelnök, mint a Nemzeti Liberális Párt elnök helyettese. Raluca Turcan július 28-át jelölte meg az egy időben megrendezendő helyhatósági és parlamenti választások időpontjaként. Ludovik Orbán szerint már június elején választhatnánk, ha nem éppen pünkösdre esnének azok az időpontok. Politikai elemzők szerint egyre nagyobb az esélye az előrehozott parlamenti választásoknak. Legszívesebben május végén, június elején szervezte volna meg a helyhatósági és előrehozott országgyűlési választásokat Ludovik Orbán miniszterelnök, ám sem május 31-én, sem június 7-én nem lehetséges ez, mert előbb a nyugati, majd a keleti egyház pünkösdöt ünnepel, és tiszteletlenség lenne a hívőket ilyenkor az urnákhoz szólítani, vélte. Ennél korábban még Orbán sem tartja kivitelezhetőnek a kötelező alkotmányos procedúrák teljesítését. Cel mai probabil, alegerile vor fi aproximativ în jurul datei de 14 mai. Legvalószínűbb a választásokat június 14-én, vagy legfeljebb 21-én rendezhetjük meg, abból is kiindulva, hogy a helyhatósági választottak 2016. június 20-a után tették le általában az esküt. Ha sikerül június 14-én választani, az igencsak észszerű időpontnak tűnik. Májusban csak 24-én szervezhetnénk meg. Én örülnék, ha ez megvalósulna, de figyelembe kell vennünk a választások előtti procedurális követelményeket, amelyeket teljesíteni kell. Ez az optimizmus némileg ellentmond annak, amit Raluca Turcan miniszterelnök helyettes mondott a múlt héten, amikor június 28-án nevezte meg az egy időben megtartott választások időpontjának. Ugyanakkor ezek a dátumok csak akkor tarthatók, ha az Alkotmánybíróság nem érvényteleníti a választási törvényt módosító sürgősségi rendeletet, illetve a testület korábbi döntésének dacára mégis sikerül a liberálisoknak keresztül vinni azt, hogy a két választás egy időben legyen. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke szerint a sürgősségi rendeletbe foglalt határidőkkel is leghamarabb július 5-én lehetnek az előrehozott választások, ellenkező esetben azonban csak szeptemberben. A híradónk által megkérdezett politikai elemző szerint egyre valószínűbbnek tűnik az előrehozott választások forgatókönyve, az alkotmánybírósági megkeresés mindössze az időnyerést szolgálja a PSD számára. Tekintve, hogy mennyi bírálatot kapott a PSD korábban, ez jó időszak a párt számára, hogy megerősödjön, hiszen minden egyes nap Pénélé kormányzás alatt potenciálisan növeli a PSD esélyeit, hogy erősítse szavazóbázisát. A PSD számára kötelező, hogy minél hosszabb ideig kormányon tartsa a Pénélét, hogy majd a választásokon jobb eredményeket érhessen el. Minél korábban szervezik meg ugyanis a választásokat, a jelenlegi kormánypárt biztosan több szavazatot kap. Nem meglepő tehát, hogy a hivatalos közlönyben pénteken megjelent rendelet 90 napról 50 napra rövidíti le azt a határidőt, amennyinek el kell telnie a parlament feloszlatásától a választások kiírásáig. Ezzel is időt nyerne a Nemzeti Liberális Párt. Szakértők szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy alkotmányellenesnek nyilvánítják Orbán jelölését, de ha ez mégis megtörténik, akkor kérdéses, hogy ez beleszámít abba a 60 napon belüli két sikertelen kormányalakítási kísérletbe, amely után fel lehet oszlatni a parlamentet és előrehozott választásokat kiírni vagy sem. Ennek eldöntése azonban már az alkotmányjogászok feladat körébe tartozik. Újabb miniszterjelölteket hallgattak meg a parlamenti szakbizottságokban a második Ludovik Orbán kormány január 24-ére tervezett bizalmi szavazása előtt. A szociáldemokrata többségű bizottságokban sorra buknak el a jelöltek, akiket amúgy saját pártjuk sem szándékszik megszavazni. Egyre inkább bohózatra kezd hasonlítani a miniszterjelöltek meghallgatási sorozata. Ma folytatódott ugyanazoknak a tárcavezetőknek a szakbizottsági meghallgatása, akiket két hete bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott a parlament, most pedig újabb investitúrára pályáznak. Illetve dehogy, hisz saját pártjuk sem szándékozik megszavazni őket, előrehozott választások kiprovokálása céljával. Ilyen szempontból pedig elég komikus, hogy arról kellett beszélniük, hogy mit akarnak tenni miniszterként, holott
pontosan tudják, hogy továbbra is legfeljebb ügyvívő jelleggel dolgozhatnak. Nem úszta meg a negatív véleményezést az egyik legkényesebb tárcát vezető, Katalin Predoyú ügyvívő igazságügyi miniszter sem, akinek többek között a szemére vetették, hogy a három főügyészi tisztségre javasolt jelöltje közül kettőt negatívan véleményezett a legfelső bírói tanács. Predoyú szerint azonban ebben nincs semmi visszatetsző. A törvény értelmében a kinevezési javaslat megtétele az igazságügyi miniszter hatásköre, míg Románia elnöke nevezi ki a főügyészeket. A legfelső bírói tanács ügyészi részlege konzultatív láttamozást fogalmaz meg. Következésképpen a törvény semmit sem ír elő arról, hogy miként választja ki a miniszter a jelölteket, hanem teljesen felruházza a döntés jogával. A jogi bizottság RMDSZ-es tagja impertinensnek minősítette a miniszter viselkedését a meghallgatáson. Elmondta, noha a Pinelli kormány megígérte, nem módosítja rendelettel vagy felelősségvállalással a választási törvényeket, mégis ezt tette. A meghallgatáson Katalin Predoyú pedig letagadta, hogy a vitatott rendelet többek között azt tartalmazza, hogy egy napon szervezzék meg a helyhatósági és parlamenti választásokat, holott korábban ezt egy alkotmánybírósági döntés megtiltotta. Sajnos a jogállamiság megkérdőjelezése az, ami történik most pillanatnyilag. Eléggé impertinens, nagyképű mindenkit lekezelő az igazságügyminiszter is. És mondom, én tudom, hogy a politikában nem szabad használni ezt a kifejezést, ezért azt mondom, hogy nem mond igazat, nem mondom azt, hogy hazudik. A miniszterjelöltek meghallgatásának színjátéka folytatódik, és elvileg február 24-én lesz a második Orbán kormány bizalmi szavazása. Ugyanaznapra ígérte azonban az Alkotmánybíróság, hogy kihirdeti a döntését arról, megfelelte az alaptörvénynek Ludovik Orbán nevesítése miniszterelnöknek, miután néhány nappal korábban a kabinetje bizalmatlansági szavazáson megbukott, és időközben nem változtak lényegesen a politikai erőviszonyok. Megalapításának 30. évfordulóját ünnepli híradónkkal egy időben az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. Az ünnepségen köszönetet mondanak az alapítóknak, és mindazoknak, akik az elmúlt 3 évtizedben a Kolozs megyei magyar közösségért dolgoztak. Most kapcsoljuk Kolozsvárt, ahol ünnepelnek. 1989 végén, 1990 elején megtörténik a csillagváltás, és felemeli a romániai magyarság a tekintetét, a szabadság eszméjét keresi, a jogegyenlőség, a társadalmi jogegyenlőség eszméjét keresi, az etnikai identitás eszméjét fogalmazza meg, a szülőföldön való boldogulásnak a célját, ha szabad így fogalmazni, akkor azt a jövőképet, amely ezek közé, az eszmék közé és köré írható le. Ezért volt talán az a döntés, a helyes döntés, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség alakulása pillanatában érdekvédelmi szövetség lett, eszméket és nem politikai ideológiákat tűzött a zászlajára. Egy másfél milliós vagy több mint másfél milliós közösség esetében nem is lett volna lehetséges, hogy egy ideológiát kiválasszon és egy ideológia mentén szervezze meg az érdekvédelmet. Ezért volt szükség ezekre az eszmékre, ezekre az értékekre, amelyeket aztán a mai napig azt gondolom, hogy következetesen tudtunk képviselni. Ezek azok az eszmék, amelyek mögé közösség építhető, amelyek mögé közösség szervezhető. Az ünnepségen felszólaltak az RMDSZ alapító tagjai, beszédet mondott Csoma Botond, a Kolozs megyei szervezet elnöke, és díjátadóra is sor kerül. Pár éven belül elkészülhet a Nagyvárad-Bihar püspöki és Kolozsvár közötti vasútvonal villamosítása és felújítása. Az európai alapokból támogatott projekt értéke 7 milliárd 300 millió lej. A projektekről Lucián Bodé ügyvívő szállításügyi miniszter, valamint Kolozsvár, Nagyvárad és Arad polgármestere írt alá egyezményt.
A Kolozsvár-Nagyvárad Bihar püspöki vasútvonal villamosítása és felújítása az elmúlt évek legfontosabb vasúti infrastrukturális projektje. A beruházás több mint 7 milliárd lejbe kerül, a finanszírozást az Európai Unió és Románia kormánya biztosítja. A vasútvonal korszerűsítésének egyik kézzelfogható eredménye lenne, hogy a táv megtétele vonattal 2 órára csökkenne. Kolozsvár alpolgármestere elmondta, a tervek szerint a gyorsvasút kivitelezése 2024-ig valósulna meg. Fontos befektetésről beszélünk, hiszen a Bihar püspök és Kolozsvár közötti útvonal egy stratégiai útvonal, hogyha a vasútat is tekintjük. Ugyanakkor Kolozsvárnak azért előnyös ez a befektetés, mert azon dolgozunk mindannyian, hogy a forgalmat tudjuk kirekeszteni a városból. Hasonlóképpen fontosnak tartja a forgalomcsökkenést Farkas András, a pontcsoport stratégiai igazgatója is, aki híradónknak elmondta, sokan a hosszú menetidő miatt választják inkább a személyautót a vonat helyett. Mindenképpen menetidők csökkennének. Én csak arra gondolok, hogy ha Váradról minden nap 100 ember jön Kolozsvárra ügyet intézni, pályázati okok miatt, mindenféle miatt, és ezek az emberek úgy döntenének, hogy nem autóval jönnének, hanem vonattal, akkor 100 autóval kevesebb lenne a kolozsvári utcákon. Hozzátette, Nyugat-Európa is könnyebben elérhetővé válna, de nem csak a személyszállítás, hanem a teherforgalom számára is fontos a Nagyvárad Bihar püspöki és Kolozsvár közötti vasútvonal felújítása. Tavaly több mint 33 ezeren vettek részt 12 országból, 292 helységből a Nemzetközi Felolvasó Maratonon. Benedek Elek, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza, Kányádi Sándor és mások művei után idén József Attila művei kerültek sorra születésének 115. évfordulója alkalmából. A csíkszeredai Kájoni János könyvtár szervezte meg a 12. Nemzetközi Felolvasó Maratont, amelyen idén József Attila művei szólaltak meg. Az eseményen nem csak felolvastak verseket, hanem énekeltek is. Mikor indult, akkor ilyen 3000 személy olvasott, de már ez is egy nagyon szép kezdeményezés volt, hiszen László Judit, az ötletgazda, ő csak szeretett olvasni, és szólt pár ismerősének, hogy milyen jó volna felolvasni. Meghallották az ismerőseinek az ismerősei, és ők is fel akartak olvasni. Mára a rendezvény nemzetközivé nőtte ki magát, míg tavaly 33 ezeren, addig idén már több mint 36 ezeren vettek részt. Igazad van, de most alul. A marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza általános iskolában több tucat diák vett részt a felolvasó maratonon. Kicsik és nagyok egyaránt felolvastak József Attila műveiből. Az iskola aligazgatója azt mondja, egyre nehezebb megszerettetni az olvasást a diákokkal az elektromos kütyük miatt. Éppen ezért ragadnak meg minden olyan alkalmat, amikor népszerűsíthetik. Az olvasás fontossága elsősorban, felhívjuk a gyerekek figyelmét erre, hogy olvasni kell, és nem csak a tankönyvet kell olvasni, hanem mást is. És főleg olyan szerzőktől, akik már lassan-lassan háttérbe kerülnek a tankönyveinkből. A pedagógus hozzátette, az otthoni példa ragadós lehet, ezért az olvasóvá nevelésben elsősorban a szülőknek van felelőssége. Szeretek olvasni, egyrészt azért, mert megnyugtat, tehát akkor teljesen ki tudok kapcsolódni, és szeretek József Attilát olvasni. Tehát ő az egyik kedvenc költőm. Tetszik az, ahogy fogalmaz, az, ahogy átadja az érzéseket. Szeretek olvasni, mert akkor egy külön világba viszel engem, és ez nekem nagyon jó. A csíkszeredai Kájoni János könyvtár által szervezett felolvasó maraton évről évre több tízezer személyt mozgat meg, több mint 10 országból. Céljuk a magyar szerzők és az olvasás népszerűsítése. A csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Új online felületet üzemelt be a Székelyudvarhelyi Városvezetés, amelynek használata során a városlakók és a diákok nyomon követhetik a város bevételi forrásait és kiadásait. Lehetőségük van továbbá terveiket és meglátásaikat is ismertetni, ezáltal tudatva az önkormányzattal, hogy mire és mennyit kellene költeni a meglátásuk szerint.
Először tavaly vált elérhetővé online felületen Székely udvarhely költségvetése. Egy úgynevezett költségvetési tükrön keresztül nyomon követhető a város költségvetésének alakulása. Mire is mennyit költött az önkormányzat az előző években, jelenleg milyen bevételi forrásai vannak, és mennyire rúgnak a tervezett kiadások. Az amerikai mintára készült felület lehetővé teszi azt is, hogy az érdeklődők saját belátásuk szerint alakíthassanak ezeken a számokon, de vannak olyan kötött kategóriák, mint például a helyi adók és illetékek esetében, amelyeken nem lehet változtatni. Az online felületet a város iskoláiban is népszerűsítették, az érdeklődő diákok pedig részt vehettek a bemutatón. Tehát ha te, mint városlakó, elképzelésed van a városról, és azt szeretnéd tudni, hogy egy év múlva hogy nézzen ki az a város, akkor olyan költségvetést kell neki csináljál, hogy arra adjál pénzt, ami neked fontos. Tehát létrehozod a költségvetést. A felület lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók új tételeket adjanak hozzá az eddigi elképzelésekhez. A népszerűsítő bemutatón jelenlevő diákok ízelítőt kaphattak, hogy hogyan tervezhetik meg és készíthetik el a saját költségvetés tervezetüket, ezáltal kijelölve azokat az irányokat, amelyeket ők tartanak fontosnak a város költségvetésének összeállításakor, ezáltal segítve az önkormányzat munkáját. Ezeket a javaslatokat február 17-ig lehet beküldeni a polgármesteri hivatalhoz. Lehetséges megvalósíthatóságukat a városi tanácsban vitatják meg. Harmadik alkalommal szervezték meg a Bihar megyei Szentjobbon a Hurka, Krumplis Hurka és Kolbásztöltő Fesztivált. A régi disznótorok hangulatát és ízvilágát megidéző gasztronómiai rendezvényre ez alkalommal 11 csapat nevezett be. Ha valaki Szentjobbon jár, ne felejts el megkóstolni a helyi specialitásnak számító krumplis hurkát, azzal a célkitűzéssel, hogy az étel különlegességet tágabb körben megismertessék, 3 évvel ezelőtt szervezték meg az első hurka, krumplis hurka és kolbásztöltő fesztivált, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend nem csak a helyiek, hanem a határon túlról érkező testvértelepülések körében is. A tegnapi nap folyamán pénteken reggel korán már 2 nagy hízónak a levágására került sor, amiben sürögtünk, forogtunk ahhoz, hogy ma reggel már egy kóstolót tudjunk tenni az asztalra, délre toroskáposztát, úgy, ahogy a hagyományok szerint minden elő van írva, hogy ne csak az elkészített ételek, hanem az általunk elkészített ételek is legyenek ízlelve, és legyenek dícsérve, és továbbvéve nem csak a falu megye, hanem a határnak a túloldalára is. A helyi intézmények, az egyházak és baráti társaságok csapatai mellett Szentjobb magyarországi testvértelepülései, Sáp, Gáborján és Szentpéterszeg képviselői is versenybe szálltak a legfinomabb hurkának és kolbásznak járó címért. A szentpéterszegiek ez alkalommal is összeszokott csapatként érkeztek az érmeléki megmérettetésre, hiszen ők már 14 éve rendezik meg a saját, hasonló jellegű fesztiváljukat. De mi adja a különlegességét a szentpéterszegi hurkának és kolbásznak? A szentpéterszegi hurkának, kolbásznak a sajátosságát a szentpéterszegisége adja. A szentpéterszegiek azt szokták mondani, hogy van a világ, meg van Szentpéterszeg. Mi ezt a világot, ezt a szentpéterszegiséget töltjük bele a hurkánkba, a kolbászunkba. Ezt máshol úgy mondják, hogy a lelkünket adjuk, mi a péterszegiségünket adjuk bele. A nap folyamán a benevezett résztvevők ugyanannyi kapott alapanyagból, viszont saját receptek és fűszerek felhasználásával készíthették el a hurka és kolbász különlegességeket. A Békés Csabáról érkezett zsűri összesített végeredménye alapján a Vándor trófeát ez alkalommal a helyi asszonyok és lányok ízőrző nevű csapata vihette haza. 40 második osztályos diák vett részt a Nagyapó mesefája mesemondó versenyen Szovátán. A zsűri által kiválasztott diákok a könyvjutalom mellett a verseny megyei szakaszán is előadhatják a mesét. Ej, asszony, én már ma nem mehetek az erdőre, olyan nagy dolog történt velem. Nézd csak, ezt szóltam az éjszaka. Kihúzza a tojást. Ez a kisfiú a Pletykás asszonyok című mesét mondja a Nagyapó mesefája mesemondó verseny körzeti szakaszán Szovátán. A helyi és körzeti iskolákból 42. osztályos diák jelentkezett a megmérettetésre. Próbáltuk oldani reggel a stresszet a gyerekeknek, hogy ne érezzék, hogy tulajdonképpen versenyen vannak, és a három sejplány történetébe ültettük ezt a mai napot.
Nagyon jól indult a napunk, és nagyon úgy néz ki, hogy jól is fog zárulni. Amíg a zsűri értékelte a kis mesemondókat, addig a szervezők népi gyermekjátékokkal kedveskedtek nekik. Így, ha nem is jutottak tovább, a játszás és a mesehallgatás élménye megmarad mindannyiuknak. A hagyományőrző székelyfalu, régi edények és eszközök, amelyek a nyáradmenti embereket jellemezték. Ezek köszönnek vissza azon a tárlaton, amely Józsa Nemes Irén festményeiből nyílt a Marosvásárhelyi Bernádi házban. A nyáradmente festőjeként is ismert képzőművész retrospektív kiállítása március 2-ig látogatható. Zsúfolásig megtelt műkedvelőkkel a Marosvásárhelyi Bernádi ház. A nyáradmente festőjének is nevezett Józsa Nemes Irén munkásságát a nagyszüleinél töltött gyerekkora inspirálta. Bár életműve jelentős, kevesen ismerik, ezen szeretnének változtatni, mondta Weiss Attila, művészettörténész, a kiállítás kurátora. Ez a kiállítás is lehet, hogy egy kicsit segít egy lépés ebben, hogy ismertebbé váljon. Ugye ez nagyon fontos, hogy a halála után most már egy jó pár évvel tulajdonképpen egy más generáció is eljön tárlatot látogatni, és akkor velük is meg lehet ismertetni ennek az alkotónak az alkotásait. Nagy Miklós Kund művészeti író, a Marosvásárhelyi Festőiskolának a fiatal művészre gyakorolt hatását emelte ki. Nemes Irén 1933 és 1941 között tanult az intézményben. Azért is fontos ez az életmű, mert Marosvásárhelyi művészeti életének sok-sok évtizedét átöleli. Ő a 40-es évektől kezdett el igaziból festeni, és a harmadik, ami a fontos, hogy ő volt az egyik legtehetségesebb tagja azoknak a fiatal művészeknek, akik annak idején a Marosvásárhelyi Szabad Festőiskolában tanultak. Nemes Irén azt követően, hogy 1944-ben összeházasodott Józsa Gerő magyar tanárral Zilahra költözött. Ebből az időszakból, az 1930-as, 40-es évek fordulójáról leginkább olajjal készült tanulmányszerű alkotások maradtak fenn, amelyek modelljei sokszor saját maga vagy családtagjai voltak. A 40-es évek elején már önálló látásmódjáról tanúskodnak azok az akvarellek, melyeknél posztnagybányai stílusába szecessziós hagyományok is vegyülnek, s melyek a falusi élet zsánerszerű jeleneteit mutatják be. A Józsa Nemes Irén munkásságát bemutató tárlatot március 2-ig lehet megtekinteni. Gyergyó nyerte a jégkorong középszakaszának alsóházában, sporttal folytatjuk. Az Újpest elleni fölényes győzelemmel biztosította be az első helyét a jégkorong Erste Liga középszakaszának alsóházában, a Gyergyói Hoki Klub. A rájátszásba jutás szempontjából már nem volt tétje a találkozónak, a csapatok nem is diktáltak túl nagy iramot. Az első harmadban egyik oldalon sem esett gól, aztán a másodikban egy gyergyói emberelőny meghozta az első találatot. A második harmad második felében, aztán a harmadik játék részben is uralta a játékot a Gyergyói Hoki Klub. Jól használta ki az emberelőnyeit, két gólt szerzett még a létszámfölényben. Az utolsó percben szerzett találattal végül a házigazdák 5-0-ás győzelmet arattak, így biztossá vált az első helyük az alsóházban. A középszakasz ma este zárja a csapata a Schiller Vasas elleni hazai találkozóval. Könnyed elődöntő, aztán valamivel nehezebb döntő után az idén is a sepsiszentgyörgyi sepsiszik női kosárlabdázói emelhették magasba a Románia kupa megnyeréséért járó serleget. A sikert a Sepsi arénában teli csarnokkal ünnepelték. Amint a kosárlabdában döntők után lenni szokott, a győztes csapat kapitánya, ezúttal Anni-Mári Gödri-Pöröu szertartásosan levágta az ellenfél palánkja gyűrűjéről a hálót, mint a sikerért kijáró trófeát. Ezt követően jöttek a fehér és zöld dufik a levegőből, illetve az együttünneplés a szurkolókkal, akik ma szinte teljesen megtöltötték a Sepsi arénát. A döntőben az aradi csapat volt a sepsiszik ellenfele, és a vendégek vezettek is a meccs elején, ám a házigazdák a második negyedben fordítottak, és aztán már nem engedték ki többet a kezükből a meccset. A 80-67-es sikerhez jelentősen hozzájárult az éppen Aradról származó Andrá Mandáké 24 ponttal, 57%-os dobóhatékonysággal. Gyengébben kezdtünk, hál' Istennek sikerült a végére behozni a hátrányt, előbe kerültünk.
az a játékos, akit be kell építsünk a csapatba, hozta a formáját, ő lett a kupának az MVP-je. Ezáltal úgy gondolom, hogy nincs mit hozzáfűzni, ennyivel jobbak voltunk ma. A fergetege szurkolásnak is megvolt a maga szerepe a győzelemben, ezt maguk a játékosok mondják, akik a hatodik csapattagnak érezték végig a közönséget. Úgy érzem, hogy megérdemeltük a győzelmet, a sok munka, amit elvégeztünk a szezon elejétől, most ugyebár gyümölcset érte, és hát az elejétől a végéig harcoltunk, nagyon-nagyon köszönjük a nagyon sok embernek, aki eljött és szurkolt, és hatodik emberünk volt a pályán, nagyon sok erőt ad nekünk, hogy ilyen sokan vannak a teremben. A kupagyőzelem után a bajnoki cím megvédése a Sepsi Szik következő célkitűzése. A csapat a legjobb úton van ehhez, hisz eddig minden mérkőzését megnyerte, és a középszakaszban fölényesen vezeti a rangsort. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.